Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második legnagyobb városa, Máté Szalka is számos pályázatot nyert az elmúlt időszakban. A részleteket a település polgármestere ismerteti majd a következő percekben. Máté Szalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második legnagyobb városa. A település a romániai és ukrajnai határ és az M3-as autópálya közelsége miatt szerencsés helyzetben van. Jelentős átmenő forgalmat bonyolít. Ebből adódóan kedvező befektetési lehetőséget nyújt a település ipari parkja a cégek számára, ami tudományos címet is kaphat a közeljövőben. A város a folyamatos beruházásoknak köszönhetően hónapról hónapra és évről évre fejlődik. Márciusban egy 80 férőhelyes óvoda alapkövét tették le, tavaly két gyermek otthon építése indult, valamint 720 millió forintos turisztikai fejlesztést is nyert 2017-ben Máté Szalka. Stúdiónk vendége Hanusi Péter, Máté Szalka polgármestere, jó estét kívánok, köszöntöm. Kezét csókolom, jó estét kívánok, és köszöntöm a tisztelt nézőket is. Nos, hát akkor nézzük a részleteket a fejlesztésekkel kapcsolatban, és kezdjük most is a gazdaságfejlesztéssel. Úgy tudom, óriási az igény Máté Szalkán egy korszerű ipari park létesítésére. Hogy állnak ezzel? Hát az ipari park az már megvan, igen, ez az egyik legfontosabb jellemzője Máté Szalkának, hogy a Máté Szalkai üzemek folyamatosan fejlődnek, de betelepülni vágyó cégek is felbukkannak időről időre. És hát az a helyzet, hogy az az ipari park, ami több mint 80 hektáros, az gyakorlatilag 100%-ban tele van, kivéve egy 10 hektáros terület, ahol viszont a közmű ellátás az nincs megoldva jelen pillanatban. És hát szeretném azt a jó hírt megosztani önnel és kedves nézőkkel, hogy ez a problémánk megoldódni látszódik, hiszen az elmúlt napokban a megyei területi operatív fejlesztési programból egy 600 millió forintos pályázati csomagot nyertünk el kezdeményezésünkre, ami nem más jelent, mint ezt a területet teljes közművel, járdával, vízzel, internet csatlakozási lehetőséggel, egyéb lehetőségekkel ellátjuk, ami nagyon fontos egy betelepülni kívánó vállalkozás számára. És én azt gondolom, hogy ez a 10 hektár nem sokáig marad üresen, hiszen a mi saját meglévő cégeink is, multinacionális cégeink is folyamatosan fejlesztenek. Mondanék két apróságot, a Hoya, a világ egyik legnagyobb szemüveglencse gyártó cége, az gyakorlatilag az elmúlt napokban fejezett be egy olyan beruházást, amivel kvázi az utolsó négyzetcentiméterét is kihasználta a meglévő telkén, vagy például a CEJS az elmúlt időszakban, az elmúlt hetekben kapta azt a feladatot a CEJS központtól, hogy egy ilyen karbantartási, fejlesztési részleg indul Máté Szalkán, aminek ugye azért nagyon örülünk, mert ez nem manuális, ez nem kézi munka gyakorlatilag, hanem ez magasan kvalifikált szakképzettséget, mérnöki tímeket igénylő munka, tehát ez azt jelenti, hogy kutatásfejlesztésben is előrelépünk. Egy szó mint száz, ha véletlenül nem idegen cégek vagy külső cégek érkeznének Máté Szalkai, akkor a helyi cégeink is megoldják ennek a 10 hektárnak a kérdését. Mikorra készül ez el? Én remélem, hogy ez legkésőbb a jövő nyárra elkészül, de mivel engedélyes tervekkel rendelkezünk, az sem lehetetlen, hogy hamarabb. Ha gyakorlatilag a szakemberek most azt mérlegik, hogy hogyan kell a közbeszerzési eljárást lebonyolítani, kell-e nemzetközi nagy közbeszerzés, ugye, ami 3,5 hónap durván a törvényes határidő, vagy esetleg ezt részekre bontva ki lehet úgy írni, ami meggyorsítaná egy kicsit a munkát. Miért jó az Máté Szalkának, hogyha magasabban kvalifikált munkaerő igény lép fel, és hogyan tud oda csábítani, illetve megtartani ilyen képzettségű embereket? Én azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos kérdés. A munkanélkülisége ráta 2014. októberében, amikor polgármester lettem, az 8-9% között volt. Most nem éri el a 4%-ot, de ha a közfoglalkoztatottakat ebből leveszem, akkor 0,9% körül van. Hát gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, tehát ha azt mondom, hogy a közfoglalkoztatotti keretlétszámunkat sem, ami az elmúlt évek alatt durván a felére esett vissza, ezt sem tudjuk feltölteni,
Tehát kis túlzással lasszóval fogjuk mi is a közfoglalkoztatottat, akkor el lehet képzelni, hogy ezek a multinacionális cégek, vállalatok, Máté Szalkai cégek mekkora munkaerőhiánnyal küzdködnek. Tehát most ott tartunk, hogy holnap reggel 8 órakor réges-régen nem minimálbérért 250 ember bármikor elhelyezkedhet a városban. És azért örülünk az ilyen lehetőségeknek, mint például, amit a CEJS elért, mert nyilván azok a fiatalok, akik Máté Szalkán középiskolában magas szinten tanulnak, és aztán elmennek felsőoktatásba, nem kell nekik gondolkodni azon, hogy hová menjenek gyakorlatra, és igen, igen versenyképes fizetésért, igen versenyképes jövedelem mellett helyezkedhetnek el Máté Szalkán is. Most már ott tartunk, hogy a fontosabb vezetőknek, vagy fontosabb mérnöki beosztásokban lakásokat bérelnek a cégek Máté Szalkán ezeknek a fiataloknak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a cégek minden tekintetben, hát nem hiába a világszínvonalú cégek, juttatásokban is egyre magasabb szintet képviselnek, aminek azért örülünk, hogy kezd leszakadni ez a bizonyos szakadék, ami mondjuk a budapesti vagy éppen a Máté Szalkai munkavállalók között van, kezd szűkülni. Én nem mondom azt, hogy még nincs fejlesztés, hogy ne lenne javulási lehetőség, de most már egyre, mondok egy konkrét példát, múlt héten is jött be olyan fiatal hozzám, aki a tanácsomat kérte elhelyezkedés szempontjából, mert kifejezetten itt szeretne most már maradni, nem érzi azt, hogy neki el kellene menni messzebb. És milyen feladatokat ró ez az önkormányzatra? Többek között olyan feladatokat, hogy mondjuk ipari park fejlesztésben ne csak abban gondolkodjunk, hogy mondjuk megvalósítjuk ezt a bizonyos beruházást, hanem mondjuk gondolkodjunk abban, hogy mi van akkor, hogyha egy cég azonnal akar munkahelyet teremteni Máté Szalkán. Ilyen is volt a tavalyi év folyamán, és akkor nem volt olyan eszközrendszer a kezünkben, hogy például egy cég azonnal tudjon gyártásba kezdeni. Egy újabb pályázattal 255 millió forintot elnyerve, ez is a napokban érkezett is, gazdaságfejlesztéshez kapcsolódik, egy inkubátorház létesül Máté Szalkán, aminek csak egy pici része lesz inkubátorszerű foglalkozások lebonyolítására alkalmas, a nagyobb része egy 3000 négyzetméteres üzemcsarnok, ami azt jelenti, hogy 80%-os készültséggel, ha ezt átadjuk bármilyen betelepülni kívánó, vagy akár már Máté Szalkán prosperáló cégnek, akkor gyakorlatilag 2-3 hónapon belül el tudják kezdeni. Tehát ezzel kvázi egy űrt pótolunk Máté Szalkán, illetve ami még fontos, hogy beadtunk nemrégen egy kutatásfejlesztési pályázatot, innovációs ipari park, tudományos technológiai ipari park, ez a pontos cím, címpályázatot adtunk be, és a tudományos technológiai ipari parkok, azok az ipari parkok krémje. Ott már nem csak összeszerelési feladatok folynak, nem csak kétkezi munkást keresnek, hanem többen között magasan kvalifikált szakembereket, és egyre többen érkeznek ilyenek is Máté Szalkára, aminek nagyon-nagyon örülünk, hiszen ezek a fiatalok Máté Szalkán alapítanak aztán családot. A tavalyi év folyamán több mint 120 lakás épült Máté Szalkán, és úgy hallom, hogy nagyon nincs gond az értékesítéssel. Ez mind-mind azt jelenti, hogy ez egy egyre fiatalosabb, egyre élhetőbb, egyre vonzóbb város, aminek én rendkívül örülök. Ez azt is jelenti egyben, hogy talán emelkednek az igények is, akár kulturális területen, vagy sportolás területén, és hát persze a gyermekneveléshez szükséges oktatási intézmények területén. Így van. Éppen ezért örülünk annak, hogy jelen pillanatban két iskolaépítés zajlik Máté Szalkán. A református egyházunk egy 1 milliárdos iskolafejlesztési projektet kezdett el. A római katolikus egyház a Széchenyi István német nemzetiségi általános iskolában szintén egy iskolafejlesztési programot már befejezett, és most jelen pillanatban egy óvodát építenek. Ugyanakkor a egyéb projektjeinkben, tehát például egyetlen egy óvodánk van, ahol nincs jelen pillanatban még megcsinálva a nyilászáró csere, az energetikai korszerűsítés. Az ősz folyamán elnyert pályázatból ezt is befejezzük. Tehát folyamatosan igyekszünk nem csak a város, hanem azok a társ szervek, szervezetek, mint például az egyházak is, építeni, fejleszteni a várost, és én azt gondolom, hogy a Máté Szalkai városi lakosok ezt örömmel fogadják, hiszen nagyságrendekkel nő így többek között a nevelési és oktatási környezetnek a színvonala is. Hanusi Péter polgármester úr, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este. Én is nagyon köszönöm.